Krishna úr, egy párat már ismerem, Krisztián. Innen fogunk akkor énekelni. Az embereknek a célja, hogy legyenek boldogok. Nekünk is ez a cél, mindenünknek ez a cél. És akkor lehet valaki boldog, mikor érti, hogy én ki vagyok. Ez a legfontosabb. Mostani emberi társadalom testre minden épít, hogy mi testek vagyunk, egyszer élünk, és majd látjuk, egyre haszontalanabb az élet, nagyon nincsen értékelve, mert minden már ilyen bejött, hogy egyszer használható, ugye van kidobus pohár, ittál valahol, kapcsán porrad, dob ki, kaptál egy tányérat, megettél, dob ki, kanalod, dob ki, évente cseréljön a telefonodat, számítógépedet, szóval most ez a irány, hogy az emberi élet nincsen értékelve. De hogyha valaki megkapja egy valóra tudás, hogy én lélek vagyok, és mennyire értékes élet, főleg emberi testben, akkor más lenne a hozzáállása, és akkor ember tudja, amikor tudja, hogy ki vagyok, akkor fogok tudni, hogy hogy lehetek boldog. És lelki tudat, ez nem ilyen információ által szerezhető, hanem ez lehet megvalósítani. Ez nagyon fontos. Hogyan megvalósítsunk? Meditáció által. És a Hare Krishna mantra, mantra jam, hogy ez a neve a programban. Ez a mantra, ez segít nekünk meditálni. Most énekeljünk egy kicsit, majd egy pár szót utána még fogok mondani. Még jött valaki ott? Én Beatrixit. Jó. Oké. Lehet, hogy nekem magas is ez. Most hirtelen. Vagy erre rá kell rakni karmóljon. Most valaki nem leszállok róla. Rárakjuk. Rárakjuk, csak így fordítva. Én nem. Már jó, köszönöm szépen. Jó. Aha, na, az így van. Először elénekeljünk olyan mantrákat, ami áldást hoz nekünk, adja egy jó hangulatot, hogy működjön a mantra éneklés. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Svati Bhutina Namaste Saraswati Deve Gauravani Brahmachari Visheshasha Ashatya Om Namah Shivaya.
Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Krishna, elhoztasz az éneklés nyugodra, Srila Prabhupát, itt van a képen. Jött, képzeljétek el, 65-ben Amerikába, Indiából, aki életében nem jár sehol, csak Indiában. Ki volt Indiában? Jó. India, az egy másik bolygó. És Amerika és India között, most már egy kicsit, sajnos India nagyon követi Amerikát, de abban az időben semmit nem tudta, hajóval átment, és hozta ezt a mantrát, mert ez Istennek a neve, Istennek sok neve van, és Hare Krishna, Rama, ez is az a neve, és gondolta, hogy kinek lehet segíteni fiataloknak. Akkor elment parkba,
Kings Square Parkba, New Yorkba, és akkor ilyen cintányéről, itt látjátok, egyedül, szíves köszönöm, egyedül kiült a parkba, 70 éves bácsi, és akkor ezt a dalamot így énekelt egyedül. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ezt csinál. És mivel ő egy tiszta személy, védikus írása, magyaráznak, hogy Isten ő nagyon szereti minket. Még akik szombathelyen vannak, azokat is képzeljtek el. Azokat különlegesen szereti, mert a ország szélén vannak. És ezért Isten mindig akarja, hogy visszatérjenek lelkek hozzá. Hogy legyenek boldogok. És ezért valamikor ő személyesen jön ide a földre hozzánk, valamikor küld a fiát, valamikor küldi a más képviselőt, a barátját. Szóval ő küld. És Srila Prabhupád ő szintén egy szent ember volt, aki, nem tudom, sokan hallottátok már a karmáról. Ti ismertek karma szót? Hát neki nem volt karmája idejönni. Szóval neki nem volt előző élete. Ő ugyanúgy, mint Jézusnak sem volt karmája, nem volt előző élete, hanem volt egy kérése Jézusnak az atyától, mint egy ő Isten fiánként jött, Srila Prabhupád jött Isten szolgánként. Mind a kettő hasonló, ugyanaz, mert ugyanazt beszéltek. És mikor egy ilyen nagy, tiszta lelkű valaki jön, így leült, csak egyszerű egy karatála volt, még nála egy pár kötet könyv, amit lelki tanító mestere megkérte, hogy írjam angol nyelven könyveket, fordítsam szanszkrit ősírásokat. Volt, hát nem tudom ki látta egy indiai nyomtatást, abban az időben az indiai nyomtatás, az olyan, mintha régen nálunk volt ez a copy general, amikor itt bemegyünk, és akkor fénymásoló, és akkor össze-vissza, körben össze van rakva. De nagyon vonzotta. Jöttek a fiatalok, abban az időben gondolom, tudjátok, voltak a hippik mozgalom, akik sokan egy nagyon jó módú családból származtak, de mégsem voltak elégedettek és boldogok. 15-20 éves között személyek nagyon-nagyon boldogtalanok voltak, és próbáltak mindenféle mozgalmokat alapítani, hippi, sok minden. És mikor hallották az ő éneklését, az vonzott. Miért? Mert ez a hangvibráció az, ami szívükhez szól. Azért vonzott. A pillanatban. Mert ez nem anyagi. Ebben a világban van anyagi hangvibráció, amit mi beszélünk, például magyar nyelv, ez egy anyagi hangvibráció. De ez a hangvibráció, ez nem is szanszkrit. Mi úgy mondjuk a szanszkrit, ami igaz is, de ez több, mint szanszkrit, ez lelki hangvibráció. És a lelki hangvibráció, ez is Istennek ilyen érdekessége, mert mi most nem tudjuk látni Isten, mi lelki dolgokat nem látunk. Mert ez egy anyagi szemmel, mi ez a test földből van. Szóval mi képesek vagyunk látni csak azokat a tárgyakat, ahol földelem dominál. Például miért nem lát ember a Holdon semmit? A tudósok hazudnak, hogy voltak a Holdon, ne higgyitek, mert voltak a Holdon. És hogyha mi is megnézünk veletek bármilyen teleszkóba, akkor semmit nem látunk. Mert ott a Holdnak a fő természete nem földelem. Ezért nem tudjuk látni. És a lelki, ez még finomabb dolgot, nem látja. De akarta Isten, hogy mi valahogy kapcsolatba jöjjön, és tapasztaljunk lelki dolgokat, akkor azt találta ki, hogy hangvibráció. A hangvibráció lehet anyagi, de lehet lelki. És ez a hangvibráció, ez lelki, és ez a szívünkhez szól. Ezért csak
énekeljük még egy kicsit, majd kicsit később a szavaknak a jelentőségét. De amit kell csinálnunk, hogy próbáljunk előítélet nélkül csak hallgatni, lehet visszaénekelni, hogy valaki lelkes és inspirált, úgy szoktak, hogy én előre énekelek, és utána a kórusba visszaénekeljünk. Aki szégyelős, mint én, akkor nem muszáj visszaénekelni, de akkor legalább ne legyen előítélet, nyissunk meg a szívünket az elénynek, és akkor csak hagyja jön a szívünkbe ez a hangvibráció. Hogyha lelkesek vagyunk, akkor nem kell szígyelni, lehet énekelni. Itt senki sem opera énekes nálam, szerintem nem fogtok itt kilógni a sorból. De lehet, hogy javítani csak tudtok a mi kórusokat. Jó? Egyszerű dallamokat. Lehet, hogy megmutatom egy bonyolultat egyet most, jó? És akkor, de mi egyszerűt fogok énekelni. Végtelen féle dallamra lehet énekelni. Például egy ilyenre. Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Baba, Hare Rama, 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 Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 hát ilyen lehet. Akarjátok, hogy ezt együtt énekeljük? Máskor, ugye? És lehet csukott szemmel, lehet nyitott szemmel, csak próbáljuk arra ezt a kérdést. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, gyakorlatilag igazi meditáció, ez egy vidámság, ez egy fesztivál. Bhagavad Gita-ban, amikor sokat-sokat Krishna meséli erről a világról, hogy élünk olyan világról, hogyan működik, ki van mindenki mögötte, minden mögött, ugye, itt vannak általában emberek között hírek, irányítja az egész világot, nem is ezek az elnökök, hanem valamilyen árnyékos családok, összeesküvés van, és akkor ott
manipulálják az a miniszterelnökök, csak bábok. Az is igaz, itt mindenki bába. Minden mögött áll Isten. Ő irányítja mindent. Azt mondja, a hamszarvászja prabhu, szállapartá, pravartá. Hogy én vagyok minden mögött. És mondja, de ezzel a világon nincs vége, hanem van ezen kívül egy másik világ, lelki világ. Ami különbözik ettől a világtól, ami lelkeknek nekünk az otthona. Tegnap volt egy előadásunk, és beszéltünk arról, hogy itt most látjuk, hogy a szomszéd országban háború, vannak a válságok, hát mindig stressz van. Nem? Ki ma kapott valami nehézséget az életében? Rutin, nehézség, az megvan, igen. De próbálják szépíteni a világot, jobbá tenni, de mégsem működik. Észrevettetek? Most már, hogyha mi csak Jézus óta számoljunk, 2022 év, nem tanultunk meg megoldani az életet? Ez mit jelent? Hogyha 2022 év alatt nem tanultuk meg, az azt jelenti, nem fogunk megtanulni. Ezzel a módszerrel, aminek a társadalom mutatja, az zsákutca. Miért? Mert nem a természetünkben vagyunk, mint a hal. Képzeljétek el, mentek az utcán, itt a csónakás tó, mentek mellett, és akkor hopp, látjátok, hogy a parton van egy hal, élő hal, ekkor. Akkor kell segíteni, gyorsan veszek neki fagyit, kólát, mit a guvidával, innen étteremből viszek valami ennivalót, fázik, energiaital, úgyis már el van dobálva mindenhol ez az energiaitallal, akkor dobjak én is hal nevében, kidom egy dobozt, akkor takarod, annyi sok mindent tudjuk, lehet, hogy aranyat kell neki, vegyünk neki aranyat, tévét, iPad-et vigyünk neki, mindenkinek otthon van valami jó kütyű, ami már régi, és az fog segíteni a halnak boldogá válni? Nem. Mit kell halnak csinálni? A saját természethez való közegébe kell helyezni. És akkor már neki nem kell telefon, kóla, energia, semmi nem kell. Hogyha otthon van, akkor boldog. Ugyanúgy nekünk, mi most olyan helyzetben vagyunk, próbáljunk ezt, energiaitalokat, mi van, minket próbáljunk itt a világban megoldani, de Krisna mondja, nem, lelki világban kell jönni, visszamenni. Mert az a mi otthonunk, mert most mi, mint a hal a parton vagyunk itt, és, de otthoni hely milyen? Fesztivál. Ott képzeljétek el, az a különbség, hogy itt kell dolgozni, vagy tanulni, utána dolgozni, de ott nem kell. Más természetű, de ott mindig fesztivál van, nagyon vidám hely. És ez a mantra, ez szépen emeli arra a szintre a tudatunkat is. Hogyha mi csak énekeljünk, mondja Srila Prabhupát, amikor hippiknek prédikált, azt mondta, olyan csodálatos, intelligens fiatalok vagytok, ez nektek is, nekünk is szól Prabhupát, csak próbáljátok ezt énekelni, és akkor a ti életetek sikeres lesz. És nem kell semmit kidobni, nem kell otthagyni családot, nem kell semmit változtatni, hanem adjunk hozzá Istent az élethez, vagyunk ezt a mantra meditációt, ez a lelki, transzendentális meditáció. Akkor még egy kicsit énekeljünk, és utána még egy-két szót mondom, hogy milyen meditációk vannak. Hm? Oké. Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna,
Csináltatok. Akkor mindjárt a hétig tart, ugye? Még egy pár mondat meditációról. Gyakorlatilag meditáció, szanszkritul úgy mondják a dhyána. És ez a jóga lépcsőnek a utolsó kettő fokozat. Azt jelenti, hogy tudat összpontosítása valamire. Valamilyen objektumra. És van sokféle vélemény, van hely sok mi véleménynek, de nem mindegyik vélemény teljesen egyezik a valósággal. Teljes valós vélemény az a Istennek van, ő találta ki az egészet. És a Bhagavad Gita-ban azt mondja, yoginam api sarvesam madgantena ratmana. Szóval az, aki megtanul rajtam meditálni, mindig, mit jelent, hogy meditál, gondol. Mert a meditáció az azt jelenti, hogy gondolod. Például
ki most tervez valamit vásárolni? Van nektek valaki? Mi cimlint, telefont, autót? Nem, semmi nem kell nektek? Szerencsésen voltam. Mindegy, vagy utazni tervezünk. Valaki tervez valahol utazni. Képzeltek el, most jön hozzátok valaki, és azt mondja, meg nyertél jegyet. Dubajba. Vagy inkább hova? New Yorkba? Hova akarjátok? Indiába? Mindegyik jó. Indián. És akkor, hogyha megmondják nektek, a figyelj, megkapsz most olyan indiai út, ami sose volt, nagyon-nagyon különleges. Ettől a pillanattól elkezdjük ezen gondolkodni. Ugye? Ide megyek így, akkor mit viszek oda, akkor, és akkor oda elmegyünk, és milyen jó lesz. De ez a meditáció. És az spontán lesz. Mi megyünk, csináljunk, dolgozunk, de még nézünk, hú, még 10 nap. Jó, akkor dolgozunk, minden intézünk, de a tudatunk már ott van. Szóval ez a meditáció, a gondolkodás. És azt mondja Krishna, hogyha valaki Istennel mindig gondolkozik, meditál, az a legkiválóbb jogi, ez a tökéletes meditáció. Mert ezt megtisztítja a karmától, megszabadítja ember minden bűnös visszahatásától, fájdalmaktól, traumáktól, ami van nekünk, szóval mindentől megszabadítja, és yoga kshema vahamyaham. És azt mondja, megőrzöm, ami van, és megadom, amire szüksége van. De most emberek izgulnak, hogy mi lesz, főleg Németországban, tudjátok, nagyobb a válság, tudjátok miért? Mert nagyobb volt a gazdasági, magasabb a színvonal volt, és most úgy tűnik, hogy nekik, hogy a magyarországi szintre lejönni, ez nekik már katasztrófa. De személy, aki megtanul meditálni Istenen, őne sose aggódik. Nincsen ilyen nála gomb, hogy aggódjon. Mert tudja, hogy Isten megígérte, és hogyha ő Isten ígéri, akkor az meg lesz, ő megtartja a szavát. És akkor megőrzi, ami van, és megadja, amire szükség van. És ez a meditáció, ez azt jelenti, ez egy kapcsolat, mert jóga szó, ez a kapcsolat Istennel. Hogyan? A meditáció által. A védikus írások magyaráznak, hogy hogyan a teknős, aki a tengerbe él, a kölyköket mondjuk, megszületi. Megszül. Igazából sehogy. Mert tojásokat tolja, kimegy a partra, Védák magyaráznak, hogy onnan lerakja a tojásokat, a forró homokban. Mikor tengerben van, mindig meditál, mindig gondolkodik a tojásokon, meditál, és akkor itt megkelnek a tojások. Szóval ez miért? Mert mindig megvan a kapcsolat. Ez nagyon egyszerű. Istenő egyszerű, nem bonyolult valami. És az a legtisztebb meditáció, mert ő legtisztább. Vannak esetleg kérdések valakinek? Énekeltek, beszéltek? Akkor egy utolsó 3 perces búcsúzós éneklés, ma is tőle belefér még nektek? Igen? Oké. Hare 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 Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Shiram Hasham of Bukhari, Shiram Hasham of Még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok, nagyon boldogok vagyok, hogy eljöttetek hozzánk, kedvesek vagytok, és ezt szoktam csinálni péntekeket, ugye? Igen. Jó, és akkor mai program vége, majdnem, és átadom a szót. Köszönöm szépen, Bhakti Pál Goszvámi Maharajnak, hogy eljött. Ugye ő egy utazó prédikátor, egyszer itt, egyszer ott van, most itt van velünk, ki kell használni a lehetőséget, hallhattunk tőle, és akkor remélem tényleg jó éreztétek magatokat, aki pont még itt a végére, hanem akkor a végére is valamit, egy kis hangulatot elkaptatok, viszont nem maradtatok le a következő eseményről, mert most lesz a vacsora majd kiszolgálva. A vacsora ilyen kis édesség, meg gyümölcsöt látok, ugye? Gyümölcs is lesz. Az is föl lesz ajánlva. Szóval a lényeg az, hogy akkor most lesz egy kis vacsora, és tényleg nagy szeretettel örülünk, hogy itt vagytok, és várunk vissza benneteket, szóval minden pénteken van ez a program. Most 6-tól van 7-ig, és akkor majd meglátjuk, akkor, hogyha lesz változás, akkor fogjuk írni. És akkor majd itt a barátaim kiszolgálják a vacsorát, pedig menjünk tovább. Köszönöm szépen! Srila Prabhupád ki! Jai!